and I'd get caught too. Mert veled minden más, megfordult velem a világ. Szép jó estét mindenkinek! Nem tudom mondjuk mikor nézitek ezt a videót, de nekünk este van, hiszen minden nap kb. Ilyen 9 és 10 óra között jövünk fel Frigyeshez. Mint ahogy a címből is kiderült, ez a videó ugye Frigyesről, a süninkről fog szólni. Most már kb. Olyan kicsit több mint 3 hete van nálunk, és nagyjából sikerült kiismerni, meg rengeteget utána olvastam még mindennek, úgyhogy el tudom mondani, hogy mi mit hogyan csinálunk. Nyilván ez nem garancia arra, hogy másnak is így kell ezeket a dolgokat csinálnia, mi is még tanuljuk így ezt a sünis gazdilétet, de igyekszünk a legjobbat biztosítani neki. Először is mutatom nektek ugye a kis helyét. Látjátok, itt van egy ilyen kis ketrece. Ebben mondták azt, hogy ugye erre így fel tud mászni, és akkor le tud esni, meg ilyesmi, de Frigyes semmi ilyet nem csinál, hál' Istennek, viszont később ezt szeretnénk lecserélni egy ilyen sűnő bútorra, akkor mondjuk talán picit nagyobb lesz Frigyes, akkor szeretném azt megrendelni neki. Akkor itt van egy ilyen alomtárcája, amiben viszont most macskaalom van, de inkább fa pelletet szeretnék majd beletenni, mert állítólag az sokkal jobb, úgyhogy azt még fogok neki venni. Ezt egyébként még egyáltalán nem használja, úgyhogy rajta vagyunk, hogy szobatiszta legyen. Van egy ilyen kis labdája, és látjátok azt is, egy ilyen kis pokróc van neki leterítve. Alapvetően eredetileg ilyen forgácsa volt, és be is szereztünk egy csomó forgácsot neki, de végül úgy döntöttem, hogy ez felejtős, mert sajnos Frigyes elkezdett nagyon tüsszögni tőle, illetve rengeteget vakarózott, és utána olvastam annak, hogy sajnos a forgástól kiszáradhat a bőrük, és az okozhatja a vakarózást, illetve a tüsszögést, és okozhatja a forgást, ezt kicseréltük, és azóta hál' Istennek nincsen semmilyen problémája. Eleinte kicsit puffogott egyébként, hogy miért nem tud a forgácsba megmártózni, meg belefúrni magát, de aztán végül megszokta. Ha már a helyénél tartunk, akkor képzétek, hogy rendeltem neki új cuccokat természetesen, mert kellett, de egyébként van benne olyan, ami ténylegesen kellett. Vettünk neki egy ilyen karonvágót. Egyébként Andi már segített neki levágni a kis karmát. Erre nagyon figyeljetek a süniknél, hogy mindig vissza kell nekik vágni. Másik kis dolog, amit rendeltem neki, az ez a kis cuki bújó. A sünik legalább, és úgy tudom, hogy az legtöbb süni, de Frigyes imád a bújóiban lenni, mert ugye ott jó meleg van neki, oda be tud burkolózni, szó szerint egész nap abba fekszik így összegömbölyödve. És a másik kedvencem, ez zseniális. Egy szápa bújó! Ez annyira jó! És akkor ugye ide, hát egy kicsit egyébként morbid, nem, hogy a szájába bele tud mászni, de mindegy. Szóval majd ebbe is bele tud feküdni, mert eddig mutatom. Ugye ez a kis karácsonyi változat volt meg így a bújójában, amit amúgy nagyon szeretett használni, tényleg rengeteget volt benne, de hát amúgy is most már ki kellene ezt is mosni. Van egy kis szaga is. Azt nem tudom pontosan még, hogy helyezgessem el ezeket, de oda beteszem, oda közép, vagyis hát oda a sarokba. Lehet, hogy nem kéne az összeset beletennem. Akkor ezt a másik bújót is ide teszem. Akkor hova teszem a fricilakot? Mert egyébként van neki egy ilyen kis háza is, ez a fricilak, és nézzétek, mit művelt vele, nem akarom részletezni, hogy ez micsoda, de szerintem akinek van sünie, azonnal rájön. Fel se tudja, hogy helyezem most el, ezt lehet, hogy ez túl sok. Mindegy, most beteszem ide, aztán majd legfeljebb kiveszem őket. És egyelőre így néz ki a helye, és mutatom még, hogy mink van. Ugye van egy vízes tálunk, ebből szokott inni. Egyébként ajánlottátok nekem, legyen ez a kis függőleges itatója, de még olyat nem vettem, mert egyébként szerencsére ebből is tök ügyesen tud inni, de lehet, hogy később azt be fogom szerezni. Akkor van még egy ilyen tálkánk, ez a kukacoknak van, és akkor van még neki ugye a száraztápnak is kis tálka, majd ezt is még fel fogom tölteni. És hogyha kérdeznétek, hogy most hol van Frigyes, valahova oda bebújt, de majd mindjárt kiveszem és megmutatom nektek. Na, mutatom nektek, itt van Frigyes. Most nagyon ilyen kis feeling. Nem is tudom, hogy hol kezdjem ezt az egészet. A lényeg, hogy nagyjából mikor ugye Dávidtól megkaptam Frigyest, akkor elmondtam azt, hogy már régóta beszéltünk arról, hogy szeretnénk sünit. Igazából volt egy Instagram oldal, a Mr. Póki, vagy Pók, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, itt van ez az Instagram, és ott láttam, hogy van itt süni, és én nagyon sokáig képzeltek, hogy nem tudtam, hogy sünit lehet tartani. Hiszen hát kezdődik a puffogást. És a lényeg, hogy azt meglátom, és így gondolkoztam rajta, fú, de jó lenne egyszer, hogyha nekünk is lenne sünink, és Dávid elmondhatja, hogy tényleg mindennek utána néztem, de folyamatosan sünis videókat nézegettem, de tényleg rengeteget utána olvastam, aztán egy jó ideig ugye a költözés miatt, mellőztük így a sünitartást, és hát ugye egyszer csak így Dávid december 22-én meglepett vele. December 22-én volt 8 hetes pontosan, amikor ugye elhozták, na most 11 hetes, hogy hát még elég picike, viszont képzeljétek el, hogy azért már szépen nőtt, miután velünk van. Amit sokan kérdeztetek, hogy ilyen barátságos, meg hogy alapvetően milyenek így a sünik, és én beléptem ugye a süncsoportba, a süntartók csoportjába, és ott sokan említették, hogy alapvetően mondjuk az ősün ilyen nagyon félénk, sok idő volt, mire készhez tudta szoktatni, viszont nekünk nagyon nagy szerencsénk van Fricivel, mert konkrétan így a harmadik nap vettük ki, azt hiszem először, és már onnantól kezdve nagyon barátságos volt, és rögtön így kézbe lehetett venni, lehetett simogatni. Aha, most puffog azért. Na, ez egy tulajdonságuk, hogy puffognak. Tehát, hogyha valami nem tetszik neki, akkor puffog egyet, és ezt is gyakran kérdezik, hogy lehet-e őket simogatni, és alapvetően, hogyha jó fej, és most nem burkolózik így be, igen, most a kézmozgásomra csinálja ezt, akkor szépen így a hátára simítja a tüskéket, és akkor nagyon szépen lehet simogatni. Nem tudom, hogy most mennyire akarja engedni, most sem mennyire. Amit kérdeztetek, hogy honnan jött a Frici, vagyis hát a Frigyes név, őszintén szólva fogalmam sincs szívem, hogy honnan jött. Egyébként ugye Dávidonnak, amely a másik oldalán, ő tartja. Szerintem csak amikor megbeszéltük, hogy már lesz sünik, így kitáltuk, hogy legyen Frigyes, és kérdeztétek, hogy miért nem M-betűvel kezdődik neki is a neve. Úgy voltunk vele, hogy a kutyusoknál így megmaradt az M-betű. Tudom, hogy Mustafa is M-betűs, ugye a lovam, de az tök véletlenül jött úgy ki. Nem tudom, Frici, úgy illik rá szerintem a Frigyes. A másik nagyon gyakran feltett kérdés pedig az volt, hogy mivel etetitek a sünit. És hát tudni kell róla azt, hogy ők egyébként rovarevők, és nagyon-nagyon szeretik a húst, illetve az élő eleséget. Frigyes kedvence a lisztkukac. Már is mutatom nektek. Itt vannak a lisztkukacok. Imádja őket, Fricite. Most, hogy így beszélek, szerintem úgy is látjátok a videót, hogy ráveti magát a lisztkukacokra. Akkor macskakaját adunk neki. Ez a szárazszápnak mindig kell, hogy legyen előtte. Tulajdonképpen ezt nekünk küldték így az alap kezdőcsomaghoz, de másfajta cica kaját is lehet adni, de az a lényeg, hogy azt hiszem nagyon magas hústartalmának kell lennie. Van egy ilyen sünitápunk is, amiről megosztanak a vélemények, valaki azt mondja, hogy nem jó neki, valaki azt mondja, hogy nem lesz olyan semmi baj. Alapvetően így az egész sünitartással kapcsolatban nagyon megosztanak sok mindenről a vélemények, mert valamire azt mondják, valaki arra esküszik, valaki azt mondja, hogy hú, hát az nagyon nem. Mi ebből a süntápból alapvetően keveset adunk neki. Én úgy tudom, hogy ez hízlalhatja, ebben száraz kukacok is vannak. És ami egy nagyon fontos dolog, és hogyha süntartatok, akkor szerintem érdemes már az elején beszereznetek, az pedig egy ilyen aloe vera spré. Nem tudom pontosan, hogy hány hetes kortól, de megkezdődik ugye a tüskeváltás folyamata, és elkezd ugye vakarózni amiatt is, és hogy tudjátok ezt könnyíteni, ezt a folyamatot, akkor ahhoz, hogyha befújjátok vele a kis pocakjánál, illetve itt a kis tüskéit, akkor sokkal jobb lesz neki. A pocakját azért mondtam, mert hogyha esetleg nektek is kiszárad a bőre a forgástól, vagy bármi ilyesmitől, akkor érdemes ugye ezzel fújni. Olyan aranyos! Megszabálom! Másik dolog, ugye, amit tudni kell a sünökről, az pedig az, hogy ugye ők éjszakai állatok. Nem véletlen, mi is ugye este jövünk fel hozzá, és akkor töltünk vele időt, akkor foglalkozunk vele, hiszen ő szó szerint szinte egész nap alszik. És amire készüljetek fel, és én erről nem tudtam, hogy ez így működik, hogy hát este, hogyha jössz fel hozzá, akkor egy nagy adag kaki fog fogadni. Sűrűn kell takarítani, illetve lehet, hogy ha a ti sünötök is szeret megmártózni a kakiban, akkor érdemes megfürdetni is. Alapvetően egyébként nem kell őket sűrűn fürdetni, de lehet szaguk, és akkor pedig érdemes ezt megtenni. Egyébként a tüskeböki oldalán rengeteg videót, illetve magyarázatot találtok sok-sok mindenre, úgyhogy ezt nagyon ajánlom nektek, és most igen, oda befészkelte magát, imádom. Amit ugye még láthatatok, mikor megérkezett hozzánk Frici, hogy van ilyen futókereke. Ezt többen is írták, hogy nem ajánlják, és mi is szeretnénk majd lecserélni neki ilyen tornádókerékre, majd olyat is fogok neki rendelni, viszont 3, illetve inkább 4 hónapos kortól ajánlják nekik a futókereket, úgyhogy mi is majd akkor fogjuk neki adni. Ként szerintem nagyon szeretne már így kerekezni, mert máskor is, mikor ugye legelőször betettük neki, még így tudatlanul, akkor már konkrétan azonnal rávetette magát, és elkezdett futókerekezni. Illetve azt is azért többen kérdezték, hogy mennyire költséges a süni tartása. Hát mindenképpen arra figyelni kell, hogy ugye az alapfelszerelést meg kell neki venni, ezt biztosítani kell neki, illetve azért ugye a tápot, az élőelességet is érdemes neki biztosítani. Ezeknek nyilván van költsége. Én ahhoz képest, mint hogy ugye vannak kutyusaink, illetve van lovam is, nekem ahhoz viszonyítva nyilván sokkal kevesebb a tartása, de alapvetően igen, költséges tud lenni és süni. És tudom, hogy most kicsit így össze-vissza megyek, de ami eszembe jutott hirtelen, hogy ugye nekik nagyon fontos az, hogy minimum 24 fok legyen neki mindig, mert 24 fok alatt elkezdődik nála a hibernáció, ami pedig azt jelenti egy ilyen afrikai fehérhasú törpesünknél, hogy soha többet nem is fog felkelni, tehát nem szabad neki engedni, hogy hibernálja magát. Erre nagyon kell figyelni, ezért érdemes venni ilyen melegítő lámpákat, az nekünk is van, de most szeretnék áttérni a holdfény lámpára, ami állítólag nagyon-nagyon szuper. Egyébként én most így nagyjából elmondom nektek, hogy mit érdemes, de akár, hogyha tényleg felmentek a Tüskeböki oldalára, a Vajrűvölgyi oldalára, meg sok-sok ilyen sünis oldalra, vagy beléptek ti is a Törpesünk tartók csoportjába, akkor rengeteg minden információnak utána tudtok nézni. Szerintem nagyjából mindent elmondtam így a tartásával kapcsolatban, amit most tudok. És így áttérve Fricire látjátok, hogy alapvetően egy tök nyugodt kis süni, de emlékszem, amikor először kiengedtük, akkor nagyon szeretett így körbenézni itt a szobába. Felfedezte, aztán azóta nem igazán akarja felfedezni, de többen is mondták, hogy amikor kicsit ugye ilyen hidegebb idő van, kint is hideg van, akkor nem annyira mozgékonyak. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz majd később, illetve kíváncsi leszek arra is, hogy milyen lesz majd, mikor elérjük majd a végleges nagyságát, milyen lesz majd, hogy tényleg így az szinte az egész tenyerünkbe fog csak elférni. Természetesen ő a kutyusokkal nem találkozik, az ő szobája ez a vendégszoba, mert hát én soha nem akarnám, hogy találkoznom a kutyusokkal, mert sajnos láttam, hogy mit művelnek a kerti sünikkel, amikor sajnos egy-egy ide téved hozzánk. Ő csak velünk van, itt van, teljesen jól el van. Hál' Istennek tényleg nincsen vele semmi probléma. Minden várakozásunkat szó szerint felülmúlta Frici, mert én kicsit féltem attól, hogy majd milyen lesz. Tehát, hogy én féltem attól, hogy nagyon ilyen puffogni fog, nem fogja engedni, hogy kézbe vegyük, de egyszerűen tényleg rögtön engedte, hogy megfogjuk, és ez számomra elképesztő volt. Nagyon barátságos, nagyon nyugodt. Én féltem attól is, hogy nagyon zajos lesz este, de hát nem hallunk semmit. Lehet, hogy majd a kerekezését lehet hallani később, ezt még nem tudom, ugye ezt még nem tapasztaltam. Alapvetően hál' Istennek, mivel egész nap alszik, nincsen vele úgymond olyan sok dolog, de azért érdemes így este vele bőven foglalkozni, hogy sokkal jobban hozzád szokjon. Ennyit rólad. Ugye, Manu? Frici nem akar elköszönni a kamerától, Frici vissza akar bújni ide, ugye? Hát akkor én el is köszönnék tőletek, remélem, hogy valamennyire hasznos volt nektek ez a videó. Nyilván mondom, hogy nem kell mindent megfogadni, amit én mondok, mindenképpen olvassatok utána, érdemes beszerezni süniskönyvet, tehát hogy én azt tudom elmondani, hogy mi mit, hogy csinálunk, és igyekszem a legeslegjobb gazdija lenni Frigyesnek, és mindent megadni neki, hogy a legjobb legyen számára. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és írjátok le kommentbe, hogyha nektek van sünitek, ha bármi tanácsotok van, tippetek, tényleg bármit nyugodtan írjátok meg, és hát remélem, hogy ha esetleg szeretnétek sünit, akkor kedvet hoztam hozzá. Legyen csoda szép napotok, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Istenem, hogy lett valaki ilyen cuki. That was Frigyes.